Elfordul a kutyahústól Dél-Korea. Állatjogvédő csoportok évek óta tartó tiltakozásának nyomán az emberek elkezdtek az ebekre inkább házi kedvencként, mint eledelként tekinteni. Novemberben bezárták az ország legnagyobb vágóhídját, ahol állatjogvédő csoportok szerint évente több százezer kutyát öltek meg. A szemléletformálásban segített Moon Jae-in dél-koreai államfő is, aki tavaly Menhelyről fogadott örökbe egy kutyát. A témában végzett legutóbbi júniusi felmérés szerint a koreaiak 70%-a már nem tervezi, hogy a jövőben kutyahúst fogyaszt.